technológiákkal kezdtünk el itt foglalkozni, ahol végül is egyfajta tanulás, illetve kísérletezés és prototipizálás a fő fókusz, és akkor ezzel csináltunk egy általunk úgynevezett, hogy Hack Week dolgot, aminek itt fogjátok látni, hogy ez kb. Mi volt, tehát ez most csak egy ilyen bemutató, hogy ez hol készült, amiről itt beszélni fogok, és kb. Milyen a fókusz. Tehát igazából Visegrádon így kibereltünk egy kis házikot ott a domboldalba, és akkor jöttek Franciaországból, voltak itt Londonból, Kaliforniából, szóval egy ilyen kis nemzetközi baráti társulat, és akkor itt különböző decentralizált technológiákkal elkezdtünk foglalkozni, egymástól tanulni, cryptocurrency volt, szerintem így 80%-ban a téma, de ott volt középen egy pillanatra az, amit nagyon mutattuk, az volt a Side Project egy kicsit. Mégis a nyaralásomra mutogatott képeket, de ezzel nem lehetett. Mindjárt végén. Jó, tehát... Köszönjük. Na, akkor most jön az előadás. Igen. Jó, tehát én amiről beszélni fogok, az igazából kicsit így a decentralizációval kapcsolatban, hogy említettük az objektumot, de azt magatok is megtapasztalhatnátok néha, hogy akár mondjuk egy természeti katasztrófa, vagy elmész egy tetszeges fesztiválra, ami szintén ahhoz közel is, vagy egy tüntetésre kimész, ahogy megjelenik 30 ezer ember, és rögtön kiderül, hogy hiába van egy okos telefonja mindenkinek, nagyon után néznek, hogy nem tudnak egymással egy hitnyi üzenetet sem váltani, mert úterelőtt a mobilhálózat, és más megoldásaitok nem nagyon adódnak, vagy egyszerűen csak a természetben, ne vagy Isten kimozdulsz, és akkor szinte látod ilyen helyzeteket. Na és akkor egy ilyen helyzet, hogy milyen hálózati dolgokra lenne szüksége, igazából úgy képzeljük az embernek, hogy egyrészt legyen könnyen hozzáférhető, tehát hogy a meglévő telefonommal szeretnék így rámenni erre valamilyen networkre, de ugye nincs mobil hálózatom. Lehetőleg ez a valami, amire így rájelentkezem a telefonommal, ez így azonnal helyben nyújtson nekem hasznos szolgáltatásokat, mikor legyen ott a fél Wikipédia, vagy ami a túléléshez hasznos információ, térkép, egyéb hasznos dolgok. Valamint lehetőleg tudjak mondjuk a másik táborban, vagy a kicsit pár kilométerre arra lévő barátocskáimmal hasonló üzeneteket váltani, és ez mindez legyen olcsó, kicsi, és elemről menjen sokáig. Na, és akkor az idővágó technológiákra most nem térnék nagyon rá, csak egy volt, ami kicsit megragadta a figyelmemet először, hogy na, itt van ez a LoRaWAN, ilyen IoT világban komoly cégek ezt így próbálják elterjeszteni, állítólag 20 km range, meg évekig fog elemről működni minden, és ráadásul egy olyan frekvencia tartományon működik mindez, ami nem igényel licenszelést, tehát bárki mégis használja, úgyhogy ez ideig tök jó hangzik. Viszont, hogyha belenéz az ember, akkor rögtön az derül, hogy jó, de azért ez inkább olyasmi, így architektúráját tekintve, a LoRaWAN, mint mondjuk a rendes mobiltelefon hálózata, vagy a rendes ilyen tornyokat azért kéne telepíteni, mert ezeket rajzoltam, hogy azok lennek a tornyok, ott vannak az emberek, és akkor végül ezek a tornyok ráadásul, vagy a gateway-ek, igazából azt feltételezzük, hogy valamiféle hálózati backend rendelkezésre álló a beérkezett üzeneteket deduplikáljuk, és az alkalmazásból dolgozzák fel. Tehát ez így azért nem jó. Viszont, hogyha belenézel, akkor az derül, hogy a LoRaWAN-ból a LoRa az ennek a fizikai rétegét megvalósító rádiós, modulációs protokoll végül is, csak ez egy nagyon alacsony szintű, ám de olcsó csipek tömkelegét fogják a következő évben. Már most is, tehát most ilyen $5 körül vannak ezek a csipek, de állítólag ilyen milliárdot vesznek belőle mindjárt, úgyhogy még olcsóbb lesz. Viszont nyilván ezeknek az olcsó csipeknek komoly kompromisszuma is vannak. Tehát amiket a tornyokba raknak, az ennél sokkal komolyabb hardware feltételez, de hogy itt az ötlet, hogy akkor mi lenne, ha ezt a LoRa réteget kivennénk ebből a LoRaWAN-ból, és akkor abból építenénk egy ilyesmi hálózatot, ahol helyben, tehát te ott a kis barátaiddal egy wifi hotspoton éred el magát a szolgáltatást, hogy nyilván a telefonoddal a pár méteres körzetben rá tudsz jelentkezni, és hosszabb távon maga a LoRa kidalná át a kommunikációt. Na és akkor lássuk, hogy mi készült ebből el. Köszi, ez készült el, és ott egy másik a kis barátja ott a figyel. A lényeg az, hogy ez egy Raspberry Pi, meg egy akkumulátor alapja, és akkor van a tetején egy olyan nyák, amin van egy LoRa chip, talán van is
hasonló egy kép. Igen, jobban látjátok, tehát hogy ez itt a LoRa chip, az meg egy GPS, és lényegében ennyivel több egy szokásos Raspberry-nél ez a cucc. És akkor ezzel sikerült ott az egyhetes hektikem, nagy nehezen, mert azért az embedded programozás elég meredek volt így elsőre, de azért sikerült eredményt elérni, és akkor ez volt az első sikeres üzenetátvitel, ahol egyrészt ilyen GPS koordinátákat, meg gyönyörű aziarkos üzeneteket már lehetett állítani. És akkor ezzel már egy hátizsákban az egyik készülék, meg a másik csak úgy ott a házban egy polcon elhelyezve, egy kis sétát tettünk ott Visegrádon, és akkor ez itt az a track, amit ott a zöld ponton ábrázolt bázisállomásunk, ami pont ugyanolyan, mint a másik, tehát egy peer-to-peer dologról van szó, látod. Ez nem volt olyan hatalmas range, tehát itt ilyen pár száz méterről beszélünk, de aztán kicsit később fikkelve a beállításokat és mondjuk elhelyezve az egyik egységet így a teraszon, már egy nagyobb bacska sétát, tehát már ilyen városi környezetben ilyen egy kilométeres range-et ez megvalósít. Ami ahhoz képest impresszív igazából, hogy itt ilyen milliwattos erősségű adásról beszélünk, tehát az nem olyan rossz úgy, hogy igazából egy épületek meg egyebek vannak. Úgyhogy körülbelül ennyi. Mindjárt így ki lehet majd az előadások után, hogy így elmondok szívesen, mit kell közben csinálni, hogy átérezzétek a zombi apokalipszis networkinget, de hogy a terv az, hogy ezt egy része már kimaradt open source-ban, de vagy egy ilyen használható package-et csinálni, és egyébként akik mondjuk ez a nem tudom, problémafelvetés így érdekel, azzal szívesen beszélgetnék, hogy van-e kedve, nem tudom, bárkinek ezen hackelni, van mit, vagy ez ilyen tanulás kísérletezés cél van. És hát köszönöm azoknak, akik eljöttek és ott segítettek ezt létrehozni, illetve volt, aki még kérdéseinkkel fárasztottunk, és türelmel hallgatták és segítettek, úgyhogy köszönjük. És ha már tudnátok kipróbálni akár most is ezt, akkor az van, hogy úgy működik, hogy itt az egyik, ott a másik, és igazából azt hiszem, igen, ez egyes, hogyha kerestek egy wifi hálózatot, ez maga LoRa 1, illetve az a LoRa 2-es decent hálózat, és akkor annyi, hogyha a telefonoddal erre rájelentkezel, és beírsz nagyjából egy tetszőleges websájtot, mivel nincs mögötte internet, tehát beírod, hogy foo.com, és akkor egy captive portálként azonnal kapsz egy webfelületet, amin azonnal már message-eket válthatsz a túloldallal, és akkor így beírhattok egymásnak üzeneteket. És akkor aki ahhoz ül közelebb, az válaszza a kettest, aki itt ül közelebb, az válaszza az egyest. És akkor ezt ide lehet sokan. Jó, és akkor lehet kérdezni közben. Hanghíváshoz elegendő a sávszélesség? A kérdés az, hogy hanghíváshoz elegendő a sávszélesség? Nem. Tehát súlyos kompromisszumok vannak ugye annak érdekében, hogy nagyon-nagyon kicsi energiaigényű rádióról van szó, tehát tényleg egy milliwattos dolog, és az egész az arról, vagy attól tud egyáltalán jól működni, hogy tulajdonképpen nagyon lassan és hosszan mondja a levegőbe a dolgokat az ember, és akkor tulajdonképpen így a zajszint alól is ki tudja hámozni azt a kevés információt. Itt nagyon sok, tehát ez volt az, ami lehet tweakelni az összes paramétert itt a fizikai rétegben, de mondjuk ahhoz, hogy egy tisztességes range-et elérhess ezzel a megoldással, ahhoz mondjuk ilyen 300 baudra kell inkább gondolni. És inkább ilyen paket orientáltan, tehát nem is annyira. Vagy hát igazából, hogy itt a fizikai rétegről van szó, erre végülis azt rétegezel rá, amit akarsz, ugye egy részben a projektnek az is egy része volt, hogy akkor egy ilyen fizikai réteg, mondjuk a MAC, tehát a Medium Access Control, hogy egyetlen ki mikor beszéljen meg ilyeneket, akkor neked kell kitalálni, tehát kb. Itt egy CB rádió, belerecseghetsz és többit oldjad meg, és akkor ezt valamennyire meg van már mondva, de röviden lassú, és inkább ilyen short message-ekre gondolj, meg ilyen életjelekre, hogy igen, itt vagyunk, ez a GPS koordináták, és aki mondjuk itt van X range, ugye attól függ, hova raktad, egy kilométerre, vagy többre is, akár nyílt terepen elhallatszik ez. Az esetleg, hogy a chipnek mennyi az áramfogyasztása? Igen, tehát a kérdés az, hogy ennek a chipnek mennyi az áramfogyasztása, ez is attól függ, hogy használod. Tehát a LoRaWAN eredeti elképzelései szerint ugye egy-egy ilyen IoT device az idejének a 99.9%-át azt a alvással tölti. Viszont ebben a setupban, mivel itt ilyen több irányú kommunikációt szeretnénk, itt folyamatosan
rádióra figyel, és nyilván akkor ad, amikor kell. Tehát ennek jóval magasabb, ezt nem tudom, ezt nem értük ki, hogy ez akkor ilyenkor mennyi, de egyébként ugye a hozzákötött Raspberry Pi maga az valószínűleg többet fogyasztanál, tehát inkább az a szűk keresztmetszet, hogy egyébként mennyi számítógép is. 10 millió per vételben és 50 adatban hallottuk a szakértőt. Köszönöm. Igen. A város kilométerhez mit teremtett? Tizedikkel megraktátok ki, hogy a földszinten, azt nyilván a házaknak eléggé állt. Tehát a kérdés az az, hogy ez a városban ez az 1 kilométer, ez mit jelent? Tehát, hogy egy ilyen teraszom van, ez egy ilyen harmadik, ilyen viszonylag jó kilátással azért, de mondjuk a Megvártliget, ami itt ez a pont ugye, az azért tökélet. Tehát, hogy ott csak így a hátizsákomban volt az egyik készülék, a másik csak ugye teraszra kirakva. Tehát nem a tetőre remek antennával, hanem ja, mindegy. Tehát egy ilyen, ekkora ilyen negyed végleg hosszú pici antennáról beszélt. Tehát ezt lehetne komolyabban is venni, hogy kiraksz a tetőre, de akkor már nem az az érzés, amit még szívesen beraknál a hátizsákomban, meg a kis barátaim is. Tehát... Azért nem mentél messzebb a májhatalján, vagy pedig... Ja, nem, ennyit volt kedvem sétálni egyébként, abban is tökre... Igen, az ott a kérdés, hogy miért nem messzebbre. Simán ki kéne azt is próbálni, csak erre nem jutott még egyelőre időm, hogy akkor tényleg így a város más pontjaira, ahol megvártad konkrétan, nem látom a teraszról, tehát oda a kisebb csoda, hogy úgy valahogy bepattogott a jel. Ha viszont olyan helyekre mész, ami tök messze van, de így látom, tök jó line of sight van, akkor gyanús, hogy ha úgy, hogy mindenféle zavaró tényezők meg falak vannak útközben, úgy megy 1 kilométer, akkor valószínűleg több kilométernek kéne működni esetleg. A csatornák már csak van az definiálva, vagy ez a kérdés az, hogy a csatornák a chipen vannak-e definiálva, itt ugye arra gondolsz, hogy milyen frekvenciákkal mit lehet csinálni. Tehát a LoRaWAN-ban, mint szabályok, próbálnak definiálni ilyen régiókra a különböző frekvenciák. Itt, hogyha fizikai rétegen éred el ezt a chipet, akkor van szabad a pálya nagyjából. Hát mert a fizikai korlátokról is szóval ugye, hogy ilyen antenna, meg szóval nem lehet bármilyen frekvencián bármit csinálni, maga a chip sem arra készül. De alapvetően a 868 MHz, ez a konkrét típus, de vásárolhatsz mást is, ami 433-as frekvenciákon megy, ez 868 MHz-en től a 870, nem tudom, még ezzel össze 900-at is be lehet minden ezen állítani. Tehát szabad a pálya, megmondhatod te magad, hogy pontosan milyen frekvenciál, milyen sávszéllel, milyen modulációs sebesség, minden válik, meg be is kell állítatnod, tehát alapvetően nincs megkötve a kezed. Ugye vannak még, hogyha attól függ, mennyire érdekel téged a jogi szabályosság ennek a dolognak, hogy van ez úgynevezett duty cycle, az, hogy gyakorlatilag egy-egy ilyen frekvencia korlátozó van az, hogy egy-egy készülék mennyit beszélhet. Tehát attól függően, hogy választhatsz olyan frekvenciát, ami mondjuk 1%, és akkor az azt jelenti, hogy ha egy másodpercig beszéltél, már pedig ezzel a lassú modulációval ez simán lehet, akkor utána 99 másodpercig csöndbe kéne legyen. De választhatsz olyan frekvenciát, ahol van olyan az ISM sávban, ahol mondjuk ez 10%. És akkor ott már egész észszerű, és még úgyhogy törvényes lenni a működtetés, ha ez az objektum különbszűk van érdekében. Egy utolsó kérdés már. Egy utolsó kérdés még. Jó. Még utána is lehet. A Szegedi Hackerspace-ből azt kérdezik, hogy a kódnak és a hardvernek a szabad szoftverség és nyilvánosságáról egyszer bővebben beszélni egy kicsit. Aha, hát ugye az egy terv, igazából most kim van egy, a Decent egyik GitHub repója van megtalálható, egy korábbi kód, ami azóta még készült hozzá, ez az, meg webfelület, meg ilyesmi. Tehát az, amit most itt lehet látni, az nincs kint open source-ban, de egyébként tökre kint lesz, és igazából azt hiszem licencben nem döntöttünk, hogy milyen, de ez kb. Olyan volt, hogy ilyen, mint egy 200-300 sor C-ről beszélünk, meg még 4 shell script, meg 2 C-k így. Úgyhogy és a hardware? A hardware maga az adott es... Igen, tehát az hát nézd, az annyira open, hogy van egy Semtechnek nevű cég, akinek ez a technológia az ő, tehát ők licenszelik ezt a, a szabadalmat ők licenszelik, tehát ilyen értelemben ez nem nyíl, de maga a hardware az könnyen elérhető, tehát rogyásig vannak emberek, akik így újra integrálták egy lapkára, vagy csak nyersen megvetted a chipet, kb. 3-4 gyártótól biztosan,
meg még lesz több is, tehát az ilyen szort, tehát az nem open source, de visszafejtették, a Chaos Computer Clubnak van egy jó előadása arról, hogy érdekel, hogy maga a LoRa a fizikai réteg részleteiből menően hogyan működik, ez egy ilyen órás dolog, azt meg lehet nézni, tehát, de annak a licenszelése úgymond nem open, de maga a chip az egy ilyen pár dolláros kategória. Stefán kérdezi, hogy ha decentralizáltak vagytok, akkor miért Slack csatornátok van? Sajnos erre a kérdésre már nincs idő. Köszönöm szépen.